Lapozzatok el velem együtt Lukács evangélium 5. fejezetéhez. Egy olyan sorozatba kezdtünk, amelynek a címe Isten akarata a gyógyulás. És jobban teszed, ha ezt beépíted a szellemedbe. Ha van valamilyen tünet a testedben, ha nincs, be akarod ezt építeni a szellemedbe. Azért, mert egy nagyon zűrzavaros világban élünk, és ezek a testek, amelyekben élünk, bizony hatás alatt vannak, az átok hatással volt rájuk, és meg kell tartani ezeket a testeket valahogy. És a mi testeink ebben az életben nem lesznek halhatatlanok és tökéletesek. És az Úr nem ígérte meg nekünk, hogy ezekben a testekben örökké élni fogunk, ebben az állapotban, és én nem is akarok. Meg akarom tenni az én munkámat, az én elhívásomat be akarom tölteni, és aztán lelépni innen. Milyen helyzet veled? De nem akarunk idő előtt elmenni, és a dolgokat befejezetlenül hagyni. Ha 120 évig fogsz elélni, az semmi. Az csak egy lélegzet. Én már beszéltem emberekkel, akik több mint 100 évesek voltak már. És épp az egyikre gondolok ma, akivel beszéltem, és azt mondta nekem, ez a 103 éves nénike, hogy olyan, mintha tegnap lettem volna 18 éves. Minél idősebb leszel, annál inkább felfedezed azt, hogy milyen kevés időnk is van, és hogy milyen gyorsan telik az idő. Ha 13 éves vagy, azt gondolod, hogy az 5 év, fú, az nagyon hosszú idő. De ez nem azért van, mert ez hosszú idő, hanem az azért van, mert te még olyan kicsit ostoba vagy. Tudatlan. És még nem jöttél rá arra, hogy mi történik körülötted. Te is ott voltál, ugye? Én is ott voltam. De amikor eljutsz a 70 és a 80-as évig, akkor már nem így látod a dolgokat. Ezt is azt teszed, és aztán megkérdezed magadtól, még egy év eltelt. Úgy tűnt, mintha csak most kezdtük volna ezt az évet. És aztán megint történik valami, és megint egy év eltelt. Mindannyian nagyon hamar innen elmegyünk. De annak ellenére, hogy ez a test ebben a halandó és romlott állapotában van, és befolyásolta a bűn, az átok ezt a testet, és azok a dolgok, amelyek itt a Földön vannak. Istennek van munkája, amelyet el kell, hogy végezzünk. És megvan a jogunk arra, hogy igényeljük az ő megtartó erejét, hogy gyógyultak legyünk, hogy meg tudjuk végezni a futásunkat, hogy megfussuk a küzdőtért, ami előttünk van, és ne korlátozzon, és ne tartson vissza minket attól egy korlátolt fizikai test. Meg vagyunk győződve arról, teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten akarata az, hogy mindannyian a mai napon gyógyultak legyünk. De ne vedd csak a mi szavunkat, hanem vedd a Bibliát, és ezen időztünk, és mai napon is erről beszélünk. Isten akarata a gyógyulás. Megtaláltad a Lukács 5-öt? Akkor készülj fel arra, hogy meg fogsz elevenedni. Legyél kész arra, hogy gyógyulást és világosságot fogadsz magadba. Tehát a Lukács 5. Ugye azt mondja az ige, hogy elküldte az ő igét, és meggyógyított minket, és megszabadított minket a pusztulástól.
Van egy gyógyító erő ebben a felkent igében? Igen, van. Több mint elegendő, hogy mindannyiunkat, akik ma itt jelen vagyunk, az mindannyiunkat erőssé és teljessé tegyen. Mindenki, aki az interneten néz minket, mindenki, aki ezeket az anyagokat fogja hallgatni, bármikor a jövőben. Egy csodálatos időbe lépünk bele. Egy olyan időszakba lépünk bele, amelyről úgy hiszem, hogy Isten fel összegyűjtötte az ő erejét. Dicsőség Istennek. Az idő rövid. És a dolgokat el kell végezni. És a gyógyulás pedig Isten akarata. Tehát a Lukács 5-ben. 12-es vers. És lőn, hogy amikor az egyik városban volt Jézus, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A bővített bibliafordítás azt mondja, azt mondta Jézusnak ez az ember, Uram, ha hajlandó vagy, meg tudsz engem gyógyítani, és tisztává tudsz tenni. Az élő Biblia azt mondja, azt mondta, Uram, ha csak akarod, ha akarnád, meg tudnál engem tisztítani a betegségem minden tünetétől. Ha csak akarnád, ha ez a te akaratod, ha ez a te akaratod lenne. Ez ugye nagyon bevált kifejezés nagyon sok gyülekezeti embernél. Ha a te akaratod. Különösen a gyógyulással kapcsolatban. Nagyon sok-sok keresztény van mindenféle meggyőződéssel, mindenféle véleménnyel, különböző felekezetekből, akik így vélekednek, Uram, ha a te akaratod a gyógyulás. Itt van egy ember, aki megkérdezte Jézust ezzel kapcsolatban, és Jézus választ adott erre a kérdésre. Figyelmeznünk kellene az ő válaszára? Vehetjük-e a Bibliát, mint választ a kérdésünkre? Ezt kellene tennünk. És mit válaszolt Jézus, amikor ez az ember azt mondta, ha a te akaratod? Mit mondott? Mondd el nekem ismét, mit mondott? Hogy akarom. Mondta el Jézus vala azt, hogy nem akarom? Vagy nem fogom? Tudsz-e mondani egy példát arra, amikor Jézus azt mondta, hogy bocsika, de nem Isten akarata ez számodra. Tudsz-e találni egyetlen egy helyet is, ahol a mester azt mondta, most nem a megfelelő idő van erre. Tudsz-e találni egy helyet, amikor a mester azt mondta, bárkinek is, legyél csak türelmes, fiam, lányom, Isten majd meggyógyít téged az ő idejében, és az ő útján, de lehet, hogy eltart egy darabig. Miért hiszik ezt keresztények milliói? Honnan szedték ezt? Sokan hibát találnak bennem. Azért, mert ilyen nyíltan prédikálunk erről. És azt mondják, ez nem helyes. De az, amire ők állítanak, hol van az ige erre? Hol látták ők azt, hogy az Úr valaha is mondta, hogy nem az én akaratom számodra, hogy gyógyult legyél. Csak legyél türelmes. És csak viseld ezt a betegséget. Vagy hogy nem most. Senki sem, aki valaha is jött Jézushoz, hogy meggyógyuljon. Senki nem ment el betegen az Úrtól. Egyetlen egy sem. De voltak emberek, akik ez az Úr odament, hogy gyógyulás szolgáljon feléjük,
De nem fogadták el őt. Nem hittek benne, és nem fogadták el őt. És nem gyógyultak meg. De mindenki, és tanulmányozd a Bibliádat óvatosan és alaposan. Mindenki, aki valaha is eljött Jézushoz, hogy meggyógyuljon, meggyógyult. Mindenki. És mi most nagyon sok emberről beszélünk. Vannak olyan igehelyek, ahol a Biblia azt mondja, hogy a sokaság ment Jézushoz. Hatalmas sokaság. És láthatod, hogy ezrekről beszél itt a Biblia. És azt írja az ige, hogy mindannyian meggyógyultak. Ahányan csak hozzáértek. Mindenki meggyógyult. És mondjátok, igen, de az Jézus. Jézus Isten tökéletes akaratának a megnyilvánulása. Mindenki számára, minden időben. Amikor őrá nézel, akkor Isten akaratára nézel. Amikor látod őt szólni, és látod őt cselekedni, azt mondta Jézus, ha engem láttál, láttad az atyát. Amikor Jézus láttad cselekedni, láttad Isten akaratát megnyilvánulva, mert Jézus csak is ezt tette. Semmi más. Én szeretem ezt a fordítást, ahol azt mondja az ige, ha te akaratod, meg tudsz engem gyógyítani. Az élő Biblia fordítás azt mondja, Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette azt az embert, és azt mondta, persze, hogy akarom. Gyógyulj meg! Dicsőség Istennek! És a lepra azonnal elhagyta őt. Rögtön elhagyta. Dicsőség Istennek! Azon tűnődöm, ha másik héten találkoztál volna ezzel az emberrel. És azt mondtad volna neki, szeretnék veled beszélni egy nagyon fontos kérdéssel, tanítással kapcsolatban. Azt hiszed-e, hogy Isten akarata a mai napon a gyógyulás? Mit mondott volna neked ez az ember? Azt mondta volna neked, segítek neked ebben. Mert csak múlt héten beszéltem a mesterrel, személyesen, és megkérdeztem őt. Ezt a kérdést tettem fel neki. És azt kérdeztem tőle, hogy Uram, tudom, hogy meg tudnál engem gyógyítani, ha ez a te akaratod lenne. És tudod, mit mondott? Ki csak kinyújtotta a kezét, és megragadott engem, és azt mondta, akarom, gyógyulj meg! És itt állok, teljesen megtisztulva, meggyógyulva. Tehát a válasz igen. Az ő akarata, hogy gyógyultak legyünk. Miért nem hisszük ezt? A sok minden más helyett. Igazságot igazság után, és igeverset igevers után tekintettünk meg, amelyek felfedik, hogy mindig is Isten akarata volt, és mindig is az lesz, és most is az, hogy mindannyiunkat meggyógyítson. Láttuk az egyes pontot, tudjuk, hogy Isten akarata, biztosak vagyunk benne, hogy Isten akarata a gyógyulás, mert Isten igéje az orvosság. Kettes pont. Biztosak vagyunk benne, hogy Isten akarata mindannyiunk számára a gyógyulás, az erős szellem miatt. Mert az erős szellem megtart téged. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, az eredeti teremtésre tekintve. Melyik nap teremtette Isten a betegséget és a gyengeséget? Nem teremtett ilyet. Négyes pont. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a mai napon a gyógyulás, Isten akarata miatt a mennyországban.
Ott nincs betegség, ott nincs bánat, nincs siránkozás, nincs haldoklás, nincs fájdalom. És abban a világban, amely elkövetkezendő, és az Úr azt mondta, imádkozunk azért, hogy az ő akarata legyen meg itt a Földön. Ugyanúgy, ahogy az a mennyben is megvan. Ötös pont. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás a betegség eredete miatt. Láttuk és megnéztük, honnan ered. És a betegség a bűnből származik, amely Ádámon keresztül jött a Földre. És mondhatjuk úgy is, hogy ha a bűnnek a gyümölcse Isten akarata, akkor azt kell ezzel mondanunk, hogy látjuk azt, hogy ennek az egésznek a gyökere az maga a sátán, és akkor ennek is Isten akaratának kell lennie. De nincs egyszerűen olyan, hogy a bűn Isten akarata lenne. És semmi sem, amely a bűnből származik, nem lehet Isten akarata. Biztos vagyunk, biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, és ez a hatos pont az azért van, mert a betegség az ördög munkája. Ez nem a mi személyes véleményünk. Láttunk 4 bizonságot az igéből, amely ezt mondta. Jobb 2:7 azt mondja, hogy az ördög tette Jobot beteggé. A Zsoltárok 41:8 azt mondja, hogy a betegség az ördögnek egy munkája, és az gonosz. A Lukás 13:16 a betegséget sátáni megkötözöttségnek nevezi. Az Apcsel 10:38 a betegséget sátáni elnyomásnak hívja. A betegség az ördögtől van. A Biblia ezt mondja. Ugye? Hiszitek ezt? Az ördög tette? Az ördögnek egy munkája? Egy sátáni megkötözöttség? Egy sátáni elnyomás? Ez számomra teljesen le van szögezve. Egyértelmű. A betegség nem Istentől származik. Nem az ő akarata, nem az ő terve, hanem az ördögtől van. És én úgy hiszem, hogy Isten nem akarja, hogy bármi is legyen, ami az ördögtől van. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás a 7. pont miatt. A gyógyulás szövetsége miatt. Azt mondta, én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak téged. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy vegye a hatalmas én vagyokot, és én voltam már tegye. Ő még mindig van, és mindig is lesz. Jahve Rapha, az Úr, aki téged meggyógyít. Amikor azt mondtuk, biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, Isten örök szövetségi nevei miatt. És ezen végigmentünk és leírtuk. Volt egy gyógyulásnak egy szövetsége, és az egyike az Istennek megváltói nevének. Ha ő még mindig Jahve, aki jelen van, Jahve, ami békességünk, Jahve, ami pásztorunk, Jahve, ami megigazulásunk, ha ő még mindig ugyanez, miért vennénk azt az egyet, hogy az Úr, ami gyógyítom, és azt mondanánk ezzel, hogy az elmúlt? Ennek nincs értelme így. Ő még mindig van. Mondjad ki hangosan, ő még mindig. A hatalmas vagyok, az Úr, aki engem meggyógyít. Ő meggyógyít, megbocsátja minden bűnömet, és ő meggyógyítja minden betegségemet. Megvan írva. Dicsőség Istennek. És a mai napon pedig készek vagytok a kiáltásokra? 9. pont következik. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás.
A mai napon, mert a betegség az egy átok. A betegség része az átoknak, a törvény átkának. És van egy nagyon jó hír számunkra a Galata levél 3. fejezetében. És azt szeretném, ha mindannyian odalapoznátok, mert csodálatos hírek vannak ott, amelyre táncolni fogsz, örömödbe fogsz kiabálni. A Galata 3-ban. Gondolod, hogy van-e ezzel kapcsolatban olyan, amit még eddig nem láttál és nem hallottál? Ha ebben ezt gondolod, akkor úgy is hallgass most. És legyél izgatott ismét. A Galata levél 3. fejezetében a Biblia azt mondja a 13-as versben. A Young fordításból fogom ezt felolvasni, és még más fordítást is előhozok majd. Galata 3.13. Krisztus megváltott bennünket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett érettünk. Mert meg volt írva, hogy átkozott minden, aki fán függ. Azért, hogy a nemzetekhez eljöhessen Ábrahámnak áldása Jézus Krisztusban, hogy el tudjuk fogadni a szellemnek az ígéretét hit által. A King James azt mondja, Krisztus megváltott minket a törvény átkától. A Young fordítás pedig azt mondja, kihangsúlyozza azt, hogy Krisztus megtette értünk ezt. Ez nem valami olyan, ami folytonos és állandóan megy. Ez nem valami olyasmi, amit a jövőben fog megtenni. Ezt már elvégeztetett. A legtöbb keresztény, bármilyen meggyőződéssel, ha azt kérdezed tőlük, hiszed azt, hogy Krisztus megváltott bennünket, akkor egyből rámondják, hogy igen, igen, persze. És megkérdezed, mitől? Hát a pokoltól. De ez az ige nem ezt mondja. Ez az igevers nagyon-nagyon kihangsúlyoz valamit. És nagyon specifikus. Azzal kapcsolatban, hogy mitől váltott meg minket Krisztus. Mitől váltott meg minket a fölkent? Az átoktól, a törvény átkától. És te nem tudod, hogy mitől váltott meg téged Krisztus, ha nem tudod, mi a törvény átka. Az Ószövetségben, a törvényben nagyon tisztán látni, például a Mózes 3. könyvének 26. fejezetében, az 5 Mózes 28-ban, oda is elmegyünk majd. De a jó hír az, ha rossz, és ha az ott van, attól az alól megváltást kaptunk. Hogyha benne van a törvény átkában, az alól minket megváltott Jézus. Igaz-e ez? Megtette-e? Hallgassunk meg egy másik fordítást. A bővített Biblia fordítás azt mondja, Krisztus megvásárolta, megszerezte a mi szabadságunkat. Ezt jelenti a megváltás szó, hogy megvásároltak. Visszavásároltak téged valamiből, valakitől. Krisztus megszerezte a mi szabadságunkat azáltal, hogy megváltott minket a törvény átkától és az attól való károsztatástól. Én ezt nagyon szeretem, mert nagyon sok más igeverset belehoz a képbe. A károsztatás és a halál kéz a kézben járnak.
A betegség az a halálnak az egyik megnyilvánulási formája. Ugyanúgy a szegénység is. A betegség és a szegénység az a kezdeti stádiuma a halálnak. Hadd ábrázoljam ezt nektek másként. Azt mondod, hogy a betegség az nem halál, de az. Mert ha elegendő kerül a testedbe, akkor a tested meghal. A betegség az még inkább élővé teszi a te testedet? Nem. És mondod, hogy a szegénység az nem halál. Mi van akkor, hogyha elég szegény vagy annyira, hogy nincs mit enned? Meg tudsz ettől halni? Nem lehet elmondani, hogy hány ember halt meg a szegénység miatt. Hány embert lőttek le az utcákon azért, mert túl szegények voltak. És belekeveredtek olyan dolgokba, amelyekben nem kellett volna, megbántották őket, lelőtték őket, megölték őket, és ha elegendő forrásuk lett volna, akkor ez nem történt volna meg velük. Nem is kerültek volna bele ilyen helyzetbe. Én gyűlölöm a betegséget. És gyűlölöm a szegénységet is. És kérdezed, hogy gyűlölöd? Igen, azt mondtam. Tudod miért? Mert Isten is gyűlöli. Gyűlöli. Nem kell csak az én szavaimat venned, nézd meg magad. Ő gyűlöli azt, amit a betegség és a szegénység művel az ő teremtésével. Szereted a beteg embereket, de gyűlölöd a betegséget. Szereted a szegény embereket, de nem azt jelenti, hogy elfogadod a szegénységet. Te gyűlölöd és megveted a szegénységet, mert ez halál. Mert próbál valamit meggyilkolni az ő életükben. Ez mind a halálnak egy megnyilvánulási formája. Erről már beszéltünk, amely a bűn ajtaján keresztül jött be a világra. De Jézus jött. Emlékeztek a János 10:10-re? Ez a mi horgony ige versünk ebben a szolgálatban, amiben vagyunk. János 10:10 mit mond? Jézus azt mondta, hogy én jöttem, hogy életetek legyen, nem halál, hanem életetek. Ha nem élet, akkor az nem Isten. A tolvaj nem egyébért jön, hanem miért? Hogy lopjon, öljön, és hogy pusztítson. Miért nem tudjuk ezt? Miért van az, hogy mi keresztények milliói mégis Istent vádolják, hogy Isten lopta el a gyermekemet? Isten tönkretette a házunkat egy viharral. Az emberek mindenütt ezt mondogatják. Még a prédikátorok is ott állnak a szószéknél, és azt mondják, Isten halálban elvitte ezt a szemét. Amikor a Biblia teljesen világosan mondja, hogy a halál Istennek az ellensége. 1 Korintus 15. Nem, Isten, ő az életnek az Istene, és mi az ő akarata? Élet. Amikor ő megnyilvánul, mi az, ami megnyilvánul? Az élet. A halál az, ami működik a te kapcsolataidban, vagy a te anyagiaidban, a szegénységen keresztül, vagy a te testedben, a betegségen keresztül. Egyik sem Isten akarata. Ha amikor Isten akarata elvégeztetik, akkor az élet nyilvánul meg. Valaki mondja azt, hogy élet. Miért jött Jézus? Hogy életed lehessen. És nem csak egy kicsi belőle, hanem, hogy bővölködjél. Mi van akkor, ha valaki lop tőled? Ki az? János 10:10, Jézus azt mondta, az ördög az. Mi van akkor, hogyha valamit megöl az életedben?
valamit elpróbál pusztítani az életedben, ne zavarodj össze, Jézus azt mondta, az ördög teszi azt. És ezt is hisszük, mert ezt mondta. Jézus megváltott bennünket a törvény átkától, és a kárhozattól. Azáltal, hogy ő maga vált számunkra átokká, érettünk. Az új élő fordítás azt mondja, Krisztus megmentett minket. És amikor azt mondod, hát azt akarom, hogy engem valaki megmentsen, már megmentettek. Uram, arra van szükségem, hogy mentsél meg. Már megtette. Már megtette. A 20. századi új fordítás azt mondja, hogy megváltott bennünket, megvásárolt bennünket, megmentett bennünket. És a bővített azt mondja, hogy megvásárolta a mi szabadságunkat. Megszerezte nekünk. Tudjátok-e, hogy mivel vette ezt meg az Úr? Mivel vásárolta meg ezt? Hogyan tette? Az 1 Péter 1 azt mondja, azt mondja az 1 Péter 1:18, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányira Krisztusén. A 2 Korintus 5:21 is azt mondja, hogy Jézus tétetet érettünk. Tehát egy árat kellett értünk fizetni. Mindenünket megvásárolta az Úr. Fizetett érte, megváltott. Kiváltott bennünket. Mondjad ki, hogy megváltott vagyok. Azt akarom, hogy egy kicsit izgatottabb legyen a szívünk ezzel kapcsolatban. Mert az ige azt mondja, hogy tegyünk ezzel valamit. Menjünk el a Zsoltárok könyvére. A 107-es Zsoltárokra. Megtaláltátok? A 2. vers mit mond? Let the redeemed of the Lord. Ezt mondják az Úrnak megváltottai. Ki kell mondanod, és ki kell hangosan mondanod ezeket a dolgokat, hogy megváltott vagy. Mondjátok ki hangosan, hogy megváltott vagyok. Megváltott vagyok a törvény átka alól. Megváltott vagyok. Megszereztek. Megváltottak. Megváltott vagyok. A törvény minden átka alól. Megváltott vagyok. Ezt hinnünk kell. Ezt meg kell vallanunk. Az Úrnak megváltottainak ki kell ezt mondaniuk. Ki kell mondaniuk. Megváltott vagyok. Mi alól? A törvény átka alól. Arról beszélünk, hogy Isten akarata a gyógyulás. Van-e valami a betegségről a törvényben? A törvény átkában. Igen, van. Menjünk el együtt az 5 Mózes 28-ra, és együtt nézzük meg. Igeversről igeversre, és részről részre menjünk. Ha valamit látunk a törvény átkában, az mit jelent? Azt, hogy kiálthatunk az örömtől, mert nem hozzánk ez nem tartozik. Mert megváltottak vagyunk. Megváltott vagyok, szabaddá tétettem a törvény átka alól. És a bővített azt mondja, hogy az attól származó károsztatástól is szabad vagyok. Az ördög azt akarja, hogy minden keresztény elhiggye, hogy megérdemli azt, hogy beteg legyen, és hogy szegény legyen, és legyőzött legyen. És a szomorú dolog az, hogy nagyon sokan megvannak erről győződve.
Nagyon-nagyon-nagyon sok keresztény. Azt hiszik, hogy Isten akarata a tökéletes gyógyulás, a hosszú élet, az épség, a teljesség, ha elég jó keresztény vagy. De őket ez bizony kizárja ebből a körből, mert követtek el hibákat, bűnt követtek el, és rossz magokat vetettek, és tudják, hogy Istennek ez a tökéletes akarata, de nem várják el, hogy ez az ő életükben valósággá váljon, mert olyan sokszor elvétették, és ezért károsztatás alatt élnek, a bűntudatban élnek, és a szégyen érzetben, a kudarcok és a hibák miatt. Igaz ez? Igen. De kit váltott meg az Úr? Csak azokat, akik mindig mindent tökéletesen tettek? Azért függött ott a kereszten? Azokért, akik tökéletesen engedelmeskedtek neki? Mindig? És mindig az ő útján tették a dolgokat? Kiért volt ez az átok? Azokért, akik nem engedelmeskedtek, akik elvétették a dolgokat, akik bűnt követtek el. Mert így jön az átok az életedbe. De Krisztus mit tett? Megváltott minket. Mi alól? Mitől? Az átoktól, a törvény átkától. És ezt fogom mondani, és ez benned növekedni fog a mai este folyamán. Az átoknak nincs joga ahhoz, hogy az életedben legyen. A te életedben. Igen, rólad beszélek, rólad. Hívő vagy? Van-e hited a vérben? Hajlandó vagy-e Istennek engedelmeskedni? Akkor az átoknak nincs joga az életedhez. Ha megnyilvánul az életedben, akkor illegálisan teszi azt. Szellemi értelemben illegális az életedben. És az, amiért ezt meg tudja tenni a te életedben, keresztények millióinak az életében, mert az ördög eladta nekik azt, hogy ők méltatlanok, és hogy elvétették Isten legjobbját az életükben, túl sok hibát követtek el, túl sok bűnt, és nem várják el ezt Istentől. Akkor kit váltott meg az Úr? Kit váltott meg? Azokat, akik elcseszték az egészet. Az átok nem jönne az emberre, hogyha nem vétené el. A törvény alatt. Hogyha mindent helyesen tettél a törvény alatt, akkor az áldás jött rád. De amikor az emberek megszegték a törvényt, és elvétették, és újra elvétették, az Úrnak kellett valamit tennie ezzel kapcsolatban. Mert az emberek, amikor megtartották a törvényt, akkor jöttek az áldások. De nem voltak erre képesek, ezért mindig csak jött az átok, és az átok, és az átok. Ezért az Úr úgy rendezte ezt el, hogy nem kell engedelmeskedned, és nem kell megtartanod a törvényt, hogy az áldást a tiéd lehessen. Hanem Jézus lett érted átokká. Érettünk. Gyerünk, fogjátok föl, hogy ő vette az átkot,
és mindazt kifizette, és feltámadt a halálból, és szabad volt az átoktól. És most neked mindössze annyit kell tenned, hogy szabad legyél, hogy ezt elhiszed és elfogadod. És hadd mondják az Úrnak megváltottai, mondd ki hangosan, hogy megváltott vagyok. Megváltott vagyok. Megváltott vagyok. Megváltott vagyok. Megváltott vagyok. A törvény átkától. A törvény átkának nincs joga hozzám az én életemben. Dicsőség Istennek. Tehát az 5 Mózes 28-ra menjünk el. 5 Mózes 28. Ez a fejezet nagyon ismerős mindannyiunk számára. Leírja az áldást, ami azért jött, hogy Isten parancsolatait megtartották, és az átok, ami az engedetlenségnek az ára. És a Galata 3.13 pontosan erről beszél, amikor azt mondja, hogy a törvény átka. És ebben a fejezetben összpontosul, de a Léviták könyvének 26. fejezetében is megtalálhatod. És a bővített Biblia fordítást is itt ismétli az ige, az 5 Mózes 28-ban. Tehát a 28. fejezet első versében. Ha szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél fejebbé való tesz téged az Úr, a te Istened, és rád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, és a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőteknőd. A más fordítás azt mondja a 28.4-ben, hogy a te tárházad lesz áldott. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Áldás. Áldás, áldás. 8-as vers. Áldás parancsol melléd az Úr. A te csűreidben. Fogd fel ezt a képet. Miről is szól itt? Mi a te csűröd, a te tárházod? Ez például egy bankszámla. Investíciók, bármilyen tárház. El tudod-e képzelni, hogy az Úr azt mondja, áldás parancsolok arra, hogy áldott legyen. A te tárházad. Miért? Mert te hiszel ő benne, és engedelmes vagy. És megteszed azt, amit ő mondott neked. Ugyanaz az Isten, aki azt mondta, hogy legyen világosság. A te tárházad fölött kimondja. Áldott! Amikor az Úr parancsolja az áldást a te dolgaid fölött, akkor nem maradsz szegény. Akkor nem maradhatsz lent. Hányan hiszitek, hogy megéri Istennek engedelmeskedni? Követni őt, megtenni az ő akaratát. Megéri. Most, és mindig is megérte. A 11-es versben is bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. Amikor tanítottunk nemrégiben a törvény átkáról, akkor itt az igen nem rosszat mond, nem azt mondja, hogy bővölködővé tesz téged az Úr minden rosszban, hanem jó dolgokban. Jó dolgokban. Dolgokban.
Megnyitja neked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben. Olyan áldott leszel, hogy nem kell majd kölcsönt venned, hanem te fogsz kölcsönözni. Te leszel fej, nem te leszel a farok. Csak is felül leszel. Soha nem leszel alul. Csak is felül. Ha engedelmeskedsz Istennek. 15-ös vers. De. Mi van akkor, hogyha úgy döntesz, nem fogsz engedelmeskedni Istennek, hanem te jobban tudod, mint Isten, mi a helyzet az életeddel, és azt teszed, amit akarsz, mindegy, mit mond Isten. Van egy másik igevers a számodra, igeversek, ami azt mondja, ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked. Reád jönnek mindez átkok. Mik? Az átkok. És megteljesednek rajtad. És aztán itt az ige beszél az átkokról. Hadd kérdezem meg tőled, Isten azt akar, hogy áldott legyél, vagy átkozott legyél? Az átok az valaha áldássá válik? Nehéz megmondani, hogy melyik az átok és melyik az áldás. Amikor valami történik veled, azt mondod, hát most ez áldás, vagy egy átok? Melyik az? Nem. Most fejeztük be ennek az olvasását. Minden a dolgod megsokszorozódik, és növekszik, és minden, amire ráteszed a kezedet, az áldott. Áldott. És itt elkezded látni, mi is az átok. Azt mondja, átkozott leszel a városban, átkozott leszel a mezőn, átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd, átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, a te tehenedeidnek fajzása és a te juhaidnak ellése, átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben. Ez számomra úgy hangzik, mint az ellentetje. A pontról pontra való leírásának, az áldás leírásának. Miért? Mert amikor belekerülsz a lázadásba, akkor megfordítod az áldásokat. A húzó erejét megfordítod annak az erőnek, amely téged gyarapítani tudna. És az emberek nagyon fölfújják, azt mondják, Isten teszi velük ezt, de ez nem igaz. Volt már olyan helyzet az életedben, amikor nem tudtad rendesen beindítani az autódat? És a kábelokkal kellett, amikor kettőt összetettél, úgy tudta csak beindítani, és a rosszat tetted oda. És szikrázott. Felrobbant a motor esetleg. És amikor ez megtörtént, akkor azt mondtad, hogy fú, hát az elem nem jó. Az akkumulátor nem jó a kocsiban. Mi a helyzet az akkumulátorral? Milyen rossz? Nem az akkumulátorral van a gond. Hanem te léptél át valamit. Az erő az jó. Az erő az elindítja az autódat. Felgyújtja a villanyt, segít neked mindennel. De hogyha rosszul helyezed össze a dolgokat, akkor ellened működik. Ellened dolgozik. Ez ugyanaz, amikor
valakit megráz a villany, mert esetleg valami rosszat dugod be a falba. És akkor mondod, ó, de rosszak ezek a dolgok. Az elektromosság milyen rossz. Nem, az elektromosság az kimossa a ruháidat, és megszárítja őket. És világosságot ad az otthonodban. Az elektromosság nem rossz, te csak valamit elrontottál. Istennek igéje jó. De nem akarod azt, hogy nem akarod átlépni ezeket a dolgokat. Nem akarsz Isten ellen fordulni, hanem Istennel akarsz menni. Azok az emberek, akik Isten ellen fordulnak, azok bizony rossz kábelokat tesznek össze. És bizony, hogy káros hatása lesz ennek. És az emberek próbálják Istent okolni, de nem Isten hibája. Mert engedelmeskedhettél volna. Megfelelő módon tehetted volna össze azokat a kábelokat. És mit mondott az Úr? Mit teszek eléd? Elédbe teszem az áldást. Neked adom a döntést. Az egyik részén az áldás, ha engedelmeskedsz, a másik felén pedig az átok, hogyha engedetlen vagy. Az életet és a halált adom előtökbe. Áldást és az átkot. Ugyanarról a szövetségről beszél. Ugye? Tartsd meg a rendeléseket, a parancsolatokat. Higgyél Istenben. És a Istennek az ereje fog folyni az életedben, áradni. Az áldások áradni fognak. Növekedni fog az életed, gyarapodni, segíteni fog. De ha engedetlen leszel, és engedetlen leszel, és lázadsz az ellen a parancsolat ellen, amely téged meg tudna áldani, mi történik akkor? Az átkok jönnek. Az átkok. És mit mond még az ige? Azt mondja, 21-es vers. Hozzád ragasztja az Úr a dökhalált, míg nem elemész téged arról a földről, amelyre bemész, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr száraz betegséggel, hideg leléssel, gyulasztó és izdasztó betegséggel, aszállja a szárassággal és a ragyával. Ez mind betegség? És gyengeség? Ez a törvény átka? És mi a jó hír? Ha az a törvény átkában benne van, minket megváltottak ez alól. És sokszor veszik az emberek ezeket az igéket, és azt mondja, hogy az Úr teszi rád ezt. És az Úr verte meg téged. Tehát ez azt jelenti, hogy az Úr beteggé teszi az embereket, nem? Az összes igeversnek a Bibliában meg kell egyeznie. Nem mondhatnak ellent egymásnak. Ha úgy gondolod, és úgy tűnik neked, hogy ellent mondanak egymásnak, az nem azért van, mert igazából ellent mondanak, hanem azért, mert te nem tudsz valamit. És valamit nem értesz. Ugye milyen megdöbbent, hogy az emberek milyen beképzeltek, és milyen lenézőek, és tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy én ezt aztán végig tanulmányoztam, és nagyon sok ellentmondást található ezekben az ige versekben, amelyek abszolút nem egyeznek meg. És ezek az írók nem lehetnek mindegyik, nem lehet mindegyiknek igaza. Olyan sok tévedés és hiba van ebben a Bibliában. Aki mit gondolnak az emberek, kicsodák ők, hogy ilyet állítanak? Istent ítélik meg. Az ő igéjét ítélik meg, és azt mondják, nem. Nem.
Nem, Isten, te ezt nem jól tetted be a Bibliába. Beszélünk itt az előítéletekről és a feltételezésekről. És a beképzelt felfuvalkodottságról, a tudatlanságról és a büszkeségről. Ha van némi józan eszed, és ha egy kis időt is töltöttél már az igében, volt idő, amikor valamit megnéztél az igében, és azt mondtad, hát nem tűnik ez úgy, mintha egyetértene azzal a másikkal. Hogyan lehet mindkettő igaz? De ha van józan eszed, akkor azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy neked igazad van. És ha látom, ha nem, neked van igazad. És mutasd meg nekem, mi az, amit nem látok ebben. És hányan voltatok úgy, hogy évek múltával értettetek meg valamit, és kaptatok világosságot, és akkor felkiáltottatok, hogy hát nem is csoda. Úgy volt az, de nem láttad a tudatlanság miatt. Gyertek el velem a 2 Mózes levelére, a 12. fejezetre, és úgy gondolom, hogy ez némi világosságot ad nekünk ebben. Hogyan értsük meg ezt a nyelvezetet, amely úgy szól, hogy az Úr teszi ezt, hogy az Úr ver meg téged ezzel meg azzal. Mert egy csomó kifejezés van az Ószövetségben. És az Új Szövetségben Pál is azt mondta, annak az embernek, aki Pál ellenébe vetette magát, és Isten, Pál azt mondta neki, hogy verje meg téged az Úr, te kimeszelt fal. És ezt hogyan értsük igazából? Ha nem Isten a gyilkoló, és a pusztító, és nem ő a tolvaj, és nem ő... hogyan kell ezt értenünk? Úgy hiszem, hogy ez ad némi megértést ezzel kapcsolatban. Tehát a 2 Mózes 12. Ha az Úr megengedi nekem, szeretnék ezzel kapcsolatban még foglalkozni. Azért, mert nagyon sokszor az emberek csak kikerülnek dolgokat, és nem igazán tanítanak részletesen ezekről. Hányan hiszitek, hogy bizony jó ötlet lenne számunkra az, hogy egy kis időt szánunk majd arra, hogy arról beszéljünk, Istene az, aki embereket beteggé tesz ezekben az ige versekben. És beszélhetünk majd Pál tövéséről is. És Jobnak a kiütéseiről. Timóteus gyomráról. Hezekiás betegségéről is beszélhetünk majd. És sok-sok ilyen más dologról. Miért? Mert az igének mindenütt meg kell egyeznie, ugye? És ha Isten akarata számunkra a gyógyulás, akkor nem szabadna, hogy megijedjünk ezektől az igeversektől. Hogyha ellent mond valaminek, amiről te máshogy hiszel, akkor tudnod kell, hogy az ige nem mond ellent önmagának. És igaz az ige. És hogyha az Úr nem mondja másként, akkor megnézzük ezt. De ha valakinek közületek kérdése van ezzel kapcsolatban, ez segíteni fog. 2 Mózes 12, 12-es vers. Az Úr megmondta neki, I will pass through the land of Egypt this night and will smite
all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. I am the Lord. Who's gonna do it? Ki fogja ezt tenni? Who did he say is gonna smite him? Mit mondott az Úr, ki teszi azt? És tudjátok, mi történt? Meghaltak. Valami szörnyű dolog történt velük, és fizikai értelemben meghaltak. Az állatok is meghaltak. És azt mondja itt az ige, hogy én, az Úr, teszem ezt. Figyeljétek meg az utolsó részt. Ítéletet tartok én. Az Úr, ez nagyon fontos. Ítéletet tartok én. Én az Úr. 13-as vers. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földjét. Ismét itt azt mondja, hogy mikor megverem Egyiptom földjét. És értsd meg ezt, még akkor is, hogyha te úgy hiszed, hogy Isten személyesen végzi el ezt a csapást. Akkor mindössze annyit kell megtenned, hogy engedelmeskedsz neki. És alkalmazod a vért, úgy, ahogy megteszed, úgy, ahogy az Úr mondta neked, és nem lesz rajtad a csapás. Még ha ezt is hinnéd, de én ezt nem hiszem, de még akkor is, hogyha ezt hinnéd, hogy Isten az, aki személyesen teszi ezt a gyilkolást és az öldöklést, és beteggé tesz, mindössze annyit kell tenned, hogy engedelmeskedsz neki, és ez nem fog veled megtörténni. Még akkor is, ha ezt hiszed, amit én nem teszek, ha hiszed azt, hogy Isten mindezt személyesen végzi, ha engedelmeskedsz neki, akkor veled ez nem történ meg. Nem történhet meg. De ugyanebben a fejezetben a 23-as vers igencsak világosságot ad nekünk. És vegyétek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Tehát Isten biztosította számukra menekülést ebben az esetben. Bármi történt is. Igen. 23-as vers. Mikor által megy az Úr, hogy megverje az Egyiptom belieket? Ki fogja tenni? Harmadszor is azt mondja, hogy az Úr teszi. És meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtófélen, az Úr elmegy az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Ugyanebben a versben azt mondja, hogy az Úr veri meg az egyiptombelieket, de a végén azt mondja, ha megteszitek, amit mondok, akkor befedlek titeket, és megvédelmezlek, és nem engedem, hogy a pusztító bemenjen. Isten a pusztító? Saját magáról beszél? Nem. Itt van egy állítás, amelyet leírtam évekkel ezelőtt, és sokat segített nekem. Nem akarok mélyen erről tanítani. Tanulmányozhatok magatok is. Amikor azt mondja az ige, hogy Isten ezt teszi, meg azt teszi, megver, pusztít, stb. És amikor látod, hogy a pusztulás a vége, gyilkolás,
ez és az, akkor láthatod, hogy igazából ki az, aki ezt teszi. A pusztító. Akkor miért mondja az Úr, hogy ő teszi? Mi az, amit olvastunk? Ítélet. Ítéletről olvastunk. Az Úr ítéletet tart, amely megengedi a pusztítónak, hogy belépjen. Belépést engedélyez a pusztítónak. És itt úgy mondja, mintha ő tenné ezt. Ő a bíró. De a pusztító az, aki ezt megtette. Az emberek erre ráugranak, és azt mondják, hogy igen, oké, rendben, az Úr megengedte, hogy ez megtörténjen, de ez az ő akarata volt. Ő tette. Nem, nem. Csak azért, mert az Úr megengedett valamit, nem azt jelenti, hogy az az ő akarata. És nem jelenti azt sem, hogy ez az ő tetszésére van. Ő megengedi, és ítéletet tart sok minden felett, amely teljesen nincs a tetszésére, és nem az ő akarata, de ítéletet kell tartania. Mert ő az igaz bíró, az egész föld igaz bírája. Hallgassátok meg ezt az igeverset. A Jeremiás síralmai, harmadik fejezet. Tehát a Jeremiás 3.33-ban. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiait. Tehát igazából arról van itt a szó, hogy Isten, amikor ítéletet tart és belépést engedélyez a pusztítónak, akkor ő ezt nem igazán szívesen teszi? Hogy nem az ő akarata? Ez nagyon fura embereknek, mert az embereket vallásos dolgokra tanították, ehelyett, amit az ige ír. De amikor azt látod, hogy az Úr veri meg, meg ezt teszi, meg azt teszi, jöjjön vissza a gondolataidba ugyanaz, amit ugyanabban az igeversben olvastunk, hogy a pusztító az, aki ezt igazából megtette. Az Úr azt mondta, ha engedelmeskedtek nektek, akkor ezek nem történnek meg veletek. Ha visszautasítjátok az engedelmességet, akkor mi történik? Menjünk el egy új szövetségi igére, az első Korintusi levélbe, 11. fejezetre. Huszonkilences vers. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért vannak ti köztetek sok erőtlen, van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. Ez nagyon jó ige. Nem ítéltetnénk meg. De amikor megítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Egy másik helyen láthatod, hogy itt úgy mondja, hogy ne adassunk át a sátánnak, az ellenségnek, a test elpusztítására. Nem azt mondja, hogy Istennek adassunk át a test pusztítására. De ha ez számodra összezavartnak tűnik, és ha nem világos számodra, és hogyha meg vagy arról győződve, hogy ezt Isten személyesen teszi, és ő az, aki megöli az embereket, és beteggé teszi, még akkor is, ha ezt hiszed, mindössze annyit kell tenned, hogy engedelmeskedsz. Engedelmeskedsz, ítéld meg magad,
És aztán tiszta vagy, rendben vagy. De amikor találsz sok-sok-sok más igeverset, amely azt mondja neked, hogy az ördög teszi ezt, az ördög lop, az ördög pusztít, az ördög teszi ezt, akkor tudod, hogy mi a helyzet. Isten ítéletet tart, amely igazából belépést ad a pusztítónak, de nem ez Isten akarata. De az emberek visszautasították, hogy Istent meghallják, és engedelmeskedjenek neki. És rendbe lehet ezt hozni? Igen, igen, igen. Meg tudod magadat ítélni, meg tudsz változni, hihetsz, és nem kapsz ítéletet. Még azután is, miután elvétetted, elrontottad, és ilyen megérdemelnéd az átkot, akkor is odaszaladhatsz Istenhez, és azt mondod, hogy Uram, bocsánat, megítélem magamat, hogy milyen ostoba voltam. Fú, nagyon ostoba voltam. Lázadtam, és megvallom neked ezt a bűnt, és megkérlek rá, és elfogadom hitben ezt a megbocsátást, és felállhatsz onnan, és attól fogva az átoknak nincs hozzád legális joga a te életedben. Mindegy, hogy hogyan rontottad el az egészet. Ezért van, hogy ezt jó hírnek nevezik, az evangéliumot. Ez az evangélium. Dicsőség Istennek. Menjünk vissza az 5 Mózesre. Menjünk vissza az előző ponthoz, hogy megváltattunk-e a törvény átka alól. Lehetne ez az egyik erős támaszpontja annak, hogy miért hisszük azt, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás. Mert megváltottak vagyunk. És mi alól váltottak meg? Sok-sok minden alól. De nézzük meg. A 28-as fejezetben. Igéről igére megyünk majd. Különböző fordításokat nézzünk meg. És feltesszük őket a kivetítőre. Ki emeli ez más részeit is ennek a dolognak? Mi a csapás? A csapás az lehet... az egyik fordítás azt mondja, hogy amikor valami megvert, valamilyen csapás értéged, valami betegség. Örülsz-e annak, hogy a betegség és a csapás az a törvény átkának a része? És a Galata 3.13 alapján megváltattunk ez alól, a törvény átka alól. Ezért nem lehet Isten akarata számunkra, hogy ez a mi életünkben legyen. Mert hogyha azt akarta volna, hogy ez az életünkben legyen, nem váltott volna meg alóla. És ugyan... három más fordítás azt mondja, hogy tuberkulózis. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ragályos betegség például. Megváltott-e téged Isten a tuberkulózis alól? Megváltott-e téged az Úr olyan betegségektől, amelyek teljesen összerombolják, lerombolják a testedet? És a ragályos betegségek alól megváltást kaptál-e? Biztos vagy ebben? Akkor a te életedben kellene, hogy legyenek a te testedben? Megvan a joguk arra, hogy a te életedben legyenek? Amikor megváltást kaptál alóluk? Kicsit izgatottnak kell lenned ezzel kapcsolatban. Nem magadat kell meggyógyítanod.
Ne legyen kárhoztatás a szívedben csak azért, mert tünetek vannak a testedben. De viszont el kell magadat határozni, és le kell tenned a lábadat, és azt kell mondani, hogy nem, én megváltást kaptam ez alól. Nem kell, hogy ez nekem itt legyen az én testemben. És megtagadom, hogy ezzel együtt lefeküdjek, ezzel a problémával, és hogy ennek megnyíljak. Mert én megváltást kaptam ez alól. Nincs legális joga az én életemben. De ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban erős legyél, hinned kell azt, hogy megigazultál. Kérdezed, megigazultam? Nem vagyok megigazult. Ha nem vagy, akkor nem is vagy, nincs is üdvösséged. Van üdvösségem, de hát nem mondanám, hogy igaz vagyok. Hát, ez a kettő külön így nem működik. Egy módon üdvözülhettél úgy, hogy igazzá tétettél. Nem az alapján, amit tettél, hanem a bárány vére által. Két fő oka van annak, hogy miért van lenne joga az átoknak a te életedhez. Az egyik ok, ha nem hiszel Jézusban. Nem fogadod el azt, amit ő tett, érted. Nem hiszed el azt, hogy ő megváltott. Kettes ok, bűnben vagy, és nem akarsz belőle megtérni. És azt mondod, hogy lehet, hogy ez csak ilyen rejtett kicsi bűn. Nem. Ne menj rá arra az útra. A bűn azt jelenti, hogy megszeged azt a világosságot, amit kaptál. És hogyha ilyen bűnben vagy, akkor tudod a szívedben, hogy az rossz. És tudod, hogy az úgy van. Ha az Úr már foglalkozott veled, és te lázadsz ellene, és az ő igéje ellen lázadsz, akkor nem tudsz kiszabadulni a kárhoztatás alól. Ezért nem leszel bátor, hogy kiállj a jogaid mellett, amelyet a megváltás juttatott el hozzád. De még akkor is, hogyha nagyon-nagyon szörnyűen elvétetted. 1 János 1.9. Gyerünk, 1 János 1.9 mit mond? Ha megvallod azt a bűnt Isten előtt, mindegy, hogy milyen rossz az, milyen sötét, nem érdekel, ha megvallod, őszintén, a szívedből igazán, és megkéred Istent, hogy bocsásson meg, megvan írva, hogy micsoda, hogy ő hűséges. És igaz. Mit jelent ez? Megvan a joga arra, hogy ő megtegye. Megvan a joga Istennek arra, hogy ezt megtegye, érted, amiért Jézus tett. Mert neked van hited abban, amit Jézus tett. Hűséges és igaz, hogy megbocsássa. És megtisztítson mindentől. Nem csak megbocsásson, hanem mit tegyen még. Megtisztítson minden hamisságtól. Hogyha tiszta vagy minden hamisságtól, akkor mi vagy? Igaz vagy. Ha minden igazságtalanságtól, akkor igaz vagy. Mindenki mondja ki hangosan. Igazzá tétettem. A bárány vére által, és az én hitem által, Isten igazságává tétettem Jézus Krisztusban. Ezért tétettél. Ez nem az én véleményem, ez a 2 Korintus 5.21. Ugye? És ha te igaz vagy, akkor nem érdemled meg azt, hogy átkozott legyél. Nagyon rossz lenne az, hogyha ilyen, ha
ezek mellett is átkozott lennél, átok alatt lennél. Állandóan mondogasd magadnak, amíg beépíted ezt a szívedbe, hogy beégeted ezt oda a te tudatodba, hogy áldott vagyok, hogy megváltott vagyok, igaz vagyok, mert igaz vagyok, igazzá tétettem, megváltott vagyok, megváltott vagyok, mert igazzá tétettem, megváltott vagyok. Mondd ki hangosan, megváltott vagyok, megváltott vagyok, igazzá tétettem, megváltott vagyok a törvény átka alól, és az átoknak nincs joga az én életemhez, mert igazzá tétettem a bárány vére által, megváltott vagyok, megváltott vagyok. Mi alól kaptál megváltást? Nagyon specifikus dolgokat említ itt az ige, a betegség, a ragályos betegségek, a tuberkulózis, a 22-es vers azt mondja, hogy a hideglelés, láz. Megváltást kaptál a láz alól is. Gyulasztó és izzasztó betegséggel. Három fordítás azt mondja, hogy a maláriától. A hideg hideg gyulladástól és láztól. A King James azt mondja, hogy rendkívüli gyulladástól. Erysipelas caused by streptococcus. You ever heard of strep throat? How about the influenza? Mi a helyzet az influenzával? How about the bird flu? Vagy a influenza? Swine flu? A madár influenzával, vagy a disznó influenza, influenza, vagy bármilyen influenza. Mi a helyzet ezekkel a betegségekkel? Északi influenza, vagy a tengeri betegség, vagy megváltást kaptál alóla. Azt mondtam, hogy megváltást kaptál alóla. És nagyon fontos része az, hogy a megváltottaknak mit kell tennie. Mondani. Ki kell mondani a szájukkal, hogy megváltottak. Ahelyett, hogy azt mondanád, hogy minden évben elkapom, nem tudom, hogy miért, de mindig elkapom. Mindig azt mondod, hogy elkapod. Ahelyett, hogy azt mondogatnád, hogy megváltott vagy. Ez hatalmas különbség. Mondd ki hangosan, hogy megváltott vagyok. Tanítsd meg a gyermekeidet, hogy ezt mondják, hogy megváltottak. Ahelyett, hogy félelemben lennének, hogy félnének ettől, hogy ezt elkapják, meg ezt elkapják. Mondjad ki hangosan, hogy megváltott vagy, és mondjad, és mondjad. Megváltott vagyok, megváltott vagyok. Keresztények milliói vannak, akik mondják ezt állandóan, hogy megváltott vagyok. De megkérdezed tőlük, hogy de mi alól? A törvény átkalól úgy néznek rád, minthogyha a világűrből jöttél volna. Mi alól? Ezt mondja a Biblia, hogy ez alól kaptunk megváltást. Tehát ezért kellene örvendeznünk, ahelyett, hogy hinnénk mindannak az ostobaságnak, amiket az emberek találtak ki. Megváltást kaptam a törvény átka alól. És most olyan dolgokat olvasok a törvény átkában, ami alól megváltást kaptam, és olyan boldog vagyok. Because if you look at the other translations, it says jaundice. We've seen cases of this in newborns, people attacked with cancer and other things. Tehát tovább olvassuk, hogy izzasztó betegséggel a 22-es versben, aszállyal, szárassággal és ragyával.
Ezek olyan dolgok, amelyek a testben folynak, mint például a rák. Ez alól megváltást kaptál. Megváltást kaptál olyan dolgok alól, amelyeknek köze lenne a májadhoz, az immunrendszeredhez, amelyek a te testedet lassan és lassan megölnék. Ez minden alól megváltást kaptál, minden ilyen betegség alól. Ezt hinned kell. Olvastuk, hogy Isten odaadta ezeknek az embereknek az ígéret földjét, a Kánaán földjét. És milliók közülük soha nem élvezhették ezt. Miért? Isten már nekik adta. Azért, mert nem voltak hajlandók kimenni oda, és letenni a lábukat, és azt mondani, hogy ez a miénk. Isten odaadta nekünk. Ehelyett azt mondták, hogy nem tudjuk bevenni, túl nehéz, túl nagy. Siránkoztak, és sajnálták önmagukat. És elvesztek ott a pusztában. Mi alatt 40 éven át körbe-körbe járkáltak a szárazságban. Amikor Isten odaad neked valamit, az nem csak úgy esett rád. Amelyet Isten az ő kegyelme által odaadott neked, azt hitáltal birtokolnod kell. Azt mondtam, hogy amit kegyelem által Isten bebiztosított neked, azt hit által kell birtokolnod. Ezt hetek óta olvastuk. A hited által kell azt birtokba venned. Ki kell lépned, és birtokolnod kell azt. Fel kell ugranod, és mind a két lábadat letenni a földre, és azt mondani, hogy ó, nem, te nem. A gyógyulás az enyém. Megvásárolták, és megszerezték nekem. És Isten kegyelme által az enyém. És meg is tapasztalom az én testemben. Megvásárolták, és megvették nekem. Soha nem fogadom el ezt a betegséget. Soha nem fogadom el. Addig fogunk állni és kitartani emellett, amíg meg nem látjuk. Ne érezd magad rosszul csak azért, mert tünetek vannak a testedben. Ne jöjjél zavarba, ne szégyeld magadat. És ne mondogasd azt, hogy hát lehet, hogy nem volt elég hitem. Nem. Nem a te dolgod az, hogy ezeket a tüneteket eltávolítsd a testedről. Nem tudod megtenni, bármennyire is próbálod. Bármekkora erőfeszítéseket is teszel. Nem te vagy a gyógyító, nem tudod azt megtenni, hogy elzavarod ezeket a tüneteket. Saját magad teszed meg, hogy elveszed a testedről. De tudod, mi a te tudsz te megtenni? Azt, hogy azt mondod, hogy hadd mondják az Úrnak a megváltottai. Hogy hadd mondják, és elkötelezheted az elmédet, és a te arcodat megkeményíted, és azt mondod, egy dolgot hadd mondjak neked, soha nem fogadom el ezt, soha nem fogok ennek megnyílni, soha nem fogom beadni a derekamat, soha, amíg csak lélegzem, soha nem fogom ezt elfogadni, mert megváltott vagyok. Gyógyult vagyok. Ez a te munkád, hogy ezt tedd, hogy mondjad, hogy kimond. Nem olyan nehéz, hogyha belegondolsz. Nem neked kell a szerveidet rendbehozni a testedben. Nem neked kell megölnöd a rákot a testedben. Neked nem kell semmit sem tenned, csak ennyit. Higgyél,
Stand on it, don't change. Állj meg rajta, ne változz meg. Mondjad ki. Várjad el. You know how to do this. Tudod, hogy kell megtenni, már megtetted előtte. And it makes no difference what it's called. És mindegy, minek hívják. Istennel semmi sem nehéz. Semmi sem bonyolult. Azt mondtam, mindegy, milyen betegségről van szó. És azt mondod, hát még nem jöttek rá, mi ez? Mert meggyógyulhatsz még, mielőtt rájöttek volna. Kit érdekel? Az, hogy egy helyes diagnózist kapjál, ez nem egy előfeltétele annak, hogy meg tudjál gyógyulni. Vagy egy nagyon mély megértése és analízise a te állapotodnak, az nem egy feltétele annak, hogy meg tudj gyógyulni. Meg tudsz gyógyulni még mielőtt tudnád, hogy mi volt a gond veled. Halleluja! Menjünk keresztül ezen. 27-es vers. Azt mondta, ha nem engedelmeskedsz, jön az átok. Megver téged Isten Egyiptomnak fekéjével. És sülj el. És kérdezik, hogy mi a rossz velük? Hát, fekélyesek. Sokan azt se tudják, mi az. Sűjjel, varral, viszketegséggel, mindenféle bőrbetegségekkel. Ez sok mindent befed, nem is gondolnád. Bármilyen fekély, súly, var vagy viszketegség legyen is az, az a törvénynek az átka. Ide tartozik, legyen az a testeden belül, vagy a testednek a felületén. A Galata 3.13 megváltást kaptunk a törvény átka alól, a fekélyek alól, a sűj alól, a bar alól. Vagy bármilyen gyulladás alól. Hiszitek ezt? Megtette ezt Jézus, értünk? Ott függött a kereszten? Megfizette az árat? És átokká vált értünk? Miért? Hogy megváltást kaphassunk a törvény átka alól. És ő megtette ezt, értünk. És szabadok vagyunk. 28-as vers. Tébolyodással, és meg kell mondanom nektek, hogy utána néztem ezeknek a szavaknak, és amit ez jelent, az nagyon rossz. És ami ezzel össze... körülbelül 6 fordítás azt mondja itt, hogy tumor, daganat. Daganat. Tumorok és daganatok. Elnézést, ez a 27-es versről beszél. Tehát az 5 Mózes 28-ban Isten igéje alapján a daganatok is a törvény átka alá tartoznak. De Galata 3.13 alapján Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Ezért megváltottak vagyunk. A tumorok, a daganatok alól.
Higgyed ezt. Ne azt hidd, hogy ez túl jó, hogy igaz legyen, hanem higgyed. Vannak olyan emberek, akik arról prédikálnak, amit ők megtapasztaltak. És aztán vannak olyanok, akik az igét hirdetik. Ha érted, ha nem. Melyik akarsz te lenni? Higgyed ezt. Micsoda még? Tehát vissza a 27-esre. Süllyel, balral és viszketegséggel. Mondjad ki hangosan, megváltott vagyok. A fekély alól, a daganatok alól, a bar alól, a viszketegség alól. Következő igevers. A viszketegség. Scurvy. Isn't that in scurvy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 translations. That has to do with the deficiency of vitamin C and no telling how many sailors died from it in, you know, centuries ago. És egy olyan betegségről szól itt az ige, amely évszázadokkal ezelőtt volt nagyon elterjedt, és ez a betegség az okozta, hogy nem volt elegendő C-vitamin a testben. És egy másik fordítás azt mondja, hogy egy rossz indulatú daganat. És ha a testnek a felületén van, akkor a bőrrákról beszél, de... De megváltást kaptál-e? Ezek alól a dolgok alól, a daganatok alól, a rossz indulatú daganatok alól, a viszketettség alól, dicsőség Istennek. Hadd mondják az Úrnak megváltottai, ezt mondjad ki hangosan, hogy megváltást kaptam. Bármi, amelyre jönne, amely megmutatkozna a te testedben, vagy a gyermekei testében, ne ücsörög és siránkozz, és aztán azon tűnődj, hogy jaj, miért történik ez pont velem. Nem, hanem felnézel, és azt mondod, hogy nem, te nem. Megváltást kaptam. Igen, te elrontottad olyan sokszor. Igen, te megtértem ebből. És ő megbocsátott nekem, és megtisztított minden hamisságtól. Vagy tiszta vagyok, vagy nem. Vagy megbocsátást kaptál, vagy nem. Ha igen, akkor igen. Tiszta vagy. És megigazolt. Dicsőség Istennek. Tegyétek fel ezt a viszketettséget. Ez egyik fordítás azt mondja, hogy gyógyíthatatlan viszketettség. Bőr kiütések. Vagy más milyen bőrbetegségek. Ebben minden beletartozik, az allergia is. Az allergiai kiütések, reakciók, a kiütés. 35-ös vers azt mondja, gonosz kelések, amelyekből ki nem gyógyítható. Tehát gonosz, ragályos, ragyás betegségek. Ez alól mind megváltást kaptál. Mindegyik alól. Astonishment of heart. Confusion of mind.
28-as vers, a fordítások azt mondják, hogy tébolyodás, a félelem, a pánik, az összezavarodottság, az elme zavar, ezt mentálisnak nevezzük, mentális betegségeknek, érzelmi betegségeknek. Megváltást kaptál-e az alól, hogy elveszted az eszedet mentálisan, és az érzelmileg, hogy össze legyél zavarodva. És hogy teljesen össze legyél zavarodva, és ez alól megváltást kaptál. Hiszed ezt? Megváltást kaptál ez alól. El tudunk menni a 25-ös versre innen? A rettegő szív, az aggodó elme, a nyugtalan elme, a nyugtalan szív, ugyanez. Ugyanerről beszél itt az ige. A vakság, minden, tehát a rossz látás, elmezavarodás, ugyanaz, nincs étvágy, depresszió, a szív, amelyet fölemészt a bánat. A 65-ös vers azt mondja, hogy nem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak a nyugodalma, rettegő szív, epedő szem és sóvárgó lélek. Ez is az átok. Kell, tehát bármelyiknek is ezek közül jelen kell lenni az életedben. De nem, miért? Mert megváltást kaptál mindez alól. Az alól, hogy bármikor is elmezavarodásod legyen. Megváltást kaptál az alól, hogy depresszióban élj. Ez mind az átoknak a része. És Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. És bizony neked össze kell szedned magadat, és föl kell állnod, és szembe kell nézned ezzel a dologgal. És azt mondod, hogy én többé így nem élek, én ezt nem fogadom el, nekem nem kell így élnem, mert megváltást kaptam. Megváltást kaptam. Megváltást kaptam. Nagyon szörnyű, hogy keresztények pánikba esnek az éjszaka kellős közepén, az anyagiakkal kapcsolatban, a kapcsolataikkal kapcsolatban, a testükkel kapcsolatban. Pánik rohamokba ütnek, de Jézus az ő saját békességét adta nekünk, amely minden értelmet felül halad. Megváltást kaptunk. Egész nap és egész éjjel így kell menned és járkálnod, és azt mondogatnod magadban, hogy megváltást kaptam, hogy ez lekerüljön a szellemedbe. Megváltást kaptam, és nem kell, hogy nekem ez meglegyen. Nincs joga az én életemhez. Végezetül menjünk el. Egy másik igeversre. Nagyon sok mindent nevén szólított, nagyon sok betegséget. És azt mondod, hogy és mi a helyzet az én helyzetemmel? Az is itt van. Az 59-es vers azt mondja, hogy csodálatosokká teszi az Úr a te csapásaidat.
De ez a szó, hogy csodálatos, nem igazán jó. Az angolban úgy van, hogy, hogy megdöbbentő csapások. És amikor azt mondja neked valaki, hát ez olyan szörnyű csapás, ilyet még senki nem hallott, és akkor azt mondod, hogy de igen, ez is itt van az igében. Ez alól is megváltást kaptam. És azt mondod, ez egy különleges csapás. Az jó, megváltást kaptam alól. Ez alól is megváltást kaptam. És mi a következő? A te magodnak csapásait. Nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Ezek olyan dolgok, amelyeket örökölsz. Az öröklődő betegségek. Láttam, hogy az emberek ezzel kapcsolatban harcolnak, beszélnek és siránkoznak a generációs átkok miatt. 30 éven keresztül ezen siránkoztak. Már megváltást kaptál, bármi alól, amelyet a szüleitől örököltél, vagy a dédszüleitől, és ami folytatódna egészen a te gyermekeiden keresztül, megváltást kaptál alóla, és része a törvény átkának. Ha ezt el tudod hinni, hogyha volt valami, ami ilyesmi működött az életedben, akkor hinned kell abban, hogy az igében több erő van, mint bármi más, amely a te életedben és a családodban működött, bármilyen hosszú ideig is volt az. Mert ez a teremtőnek a szava. Ez a megváltónak a szava, amely jobb bárminél. Ne élj hiányosságokkal. Ne élj olyan dolgokkal, amelyek téged korlátoznak. Csak azért, mert anyukának is ez volt, és az ő anyukájának is az volt. Ez a családunkban fut, ez a dolog. Isten már ellátást biztosított. Míg Jézus a kereszten függött, átokká vált érettünk. Minden generációs és minden öröklődő betegség, amely magról magra szállt, generációra generációra, az alól megváltást kaptunk. Mondd ki hangosan, megváltást kaptam. Minden öröklődő dologtól, generációs dologtól megváltást kaptam. Olyan dolgok alól, amelyeket örökli, amelyeket örököl a gyerek a szülőktől, és Krisztus megváltott engemet a törvény átka alól. Dicsőség Istennek! A következő... Tehát nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Tehát amikor az emberek azt mondják neked, hogy lehet, hogy nem Isten akarata számodra a gyógyulás, hogy gyorsan meggyógyuljál. Ez így nem lehet, ez így nem igaz. Ez nem egyezik meg a Bibliával. Megváltást kaptál azok alól a dolgok alól, amelyek állandóan folytatódnak és folytatódnak, maradandóak. Olyan dolgok alól, amelyek állandóan visszajönnének hozzád. És sokáig tartanak, és huzamosak, és állandóan csak mennek és folytatódnak. Milliók tartoznak ebbe a kategóriába. És azt mondod, hogy hát én csak erős leszek, és bármit, amit az Úr akar megtenni, tegye meg. Nem ez alól megváltást kaptál. Állj ellen neki! Állj ellen neki! És azt mondod, nem! Nem kell nekünk ez. Megállítjuk ezt a Jézus nevében.
Igazát étettem, megváltott vagyok. Az átoknak nincs helye az én életemben, nincs joga az életemhez, hogy az én életemben működjön. Ne hagyd, hogy ez eltávozzon a szemeid elől. Építs be a te tudatodba. Ne ez legyen az utolsó alkalom, amikor ezzel erről gondolkodsz. Gondolkozz el ezen, és álmodj erről. És hagyd, hogy menjen a szellemedbe. Észak-keleten voltam nem régiben. És volt egy fiatal pár, és az asszonyt halálos rákkal diagnosztizálták. És az egyik leggyorsabban terjedő és a legrosszabb rák betegség volt. És pár hét leforgása alatt már kezelésekre járt, és egyre gyengébb volt, és már csak csont és bőr volt. Új keresztény. De elkezdett járni abba a gyülekezetbe, ahova mi jártunk. És megszerezte a tanításokat a gyógyulásról. És csak úgy ette és ette ezeket a tanításokat. És nagyon komolyan vette. És néha olyan gyenge volt, hogy nem tudott felállni. De jött és munkálkodott a gyülekezetben. Festett. És volt úgy, hogy kicsit csak festett, és aztán lefeküdt. És közben hallgatta azokat a kazettákat. És hallgatta azokat, és hallgatta, és táplálkozott az igén. És táplálkozott. És melyik kazetta sorozat volt? Azt hiszem, hogy az ő sebeivel gyógyultatok meg. És ugyanazok az igazságok, amelyekről most beszélünk. És aztán fölállt, és gyógyult volt. Pirosposgás arca, erős volt. És meg akarta rázni a kezemet, és azt mondta, olyan izgatott volt, és láttad rajta, már meg kellett volna halnia, és gyógyult. És az az asszony, és azok a gyerekeknek megmaradt az anyukájuk, és a férfinek a felesége. És tudod, hogy ez Isten akarata. Tudod, hogy ez az Isten akarata. Akkor miért nem történik meg ez sokszor és többször? Azért, mert az emberek nem hiszik, és nem veszik komolyan. Ma este ezt hallod, és azt hiszed, hogy túl sokáig húzom ezt, de nem elég hosszú. Mert nem az a lényeg, hogy mi történik ez alatt a 2-3 óra alatt, míg itt vagyunk, hanem mi történik az elkövetkezendő 20 órában, vagy a 21 órában, és másnap. Hogyha egész nap másról gondolkozol, ehelyett, akkor ezt felül fogja múlni, ezeket a dolgokat. Venned kell ezt, amiről beszéltünk, és nem csak péntek este, hogy két testvér izgatottá vált dolog. Ez az én életem. Ezt hiszem. Be kell, hogy vegyed a füleidbe, a te szemeidbe, a te szádba, éjjel és nappal, éjjel és nappal, éjjel és nappal. És minden mást ki kell iktatnod a gondolatvilágodból, amely téged ettől elhúz. Erről már beszéltünk, Isten igéje az orvosság. És ha eleget veszel magadhoz belőle, elég hosszú ideig, meg fog téged gyógyítani, bármiből, és én ezt már láttam, és láttam újra és újra, újra és újra, semmi sem nehéz az Úrnak. De nem lehet az, hogy csak bejössz, meghallgatod, és azt mondod, hát elég érdekes. És aztán visszamész, és gondolkozol a tüneteiden, a problémáidon,
egész nap és egész éjjel. Ez így nem működik. Már elolvastuk Istennek az útmutatását, hogy az ő igéjét kell magunkhoz vennünk. Mit mondott a példabeszédek? Fiaim, figyelmezzél az én szavaimra, és hajtsad a te füledet az én beszédeimre, és ne távozzanak el a te szemeidtől. Tartsd meg őket a te szívedben. Úgy hangzik ez, mint egy folytonos, állandó, maradandó dolog? Igen. Hogyan tudod, hogy dolgozik benned az a valami? Meg fog téged eleveníteni. Meg fog téged eleveníteni. Olyan izgatottá válsz, még akkor is, hogyha nem látod az eredményt azonnal, nagyon izgatott leszel a szellemedben azzal kapcsolatban. Mi van akkor, hogyha rosszul érzed magad? És akkor teszed a legjobban azt, hogyha magadhoz veszed ezeket az igéket. Akkor van leginkább szükséged rá. Csak fogd meg a fülecskédet, és vidd vissza magadat a Bibliába. Kerülj vissza az igébe. Hallgass azokat a kazettákat, a CD-ket, azokat a DVD-ket, olvasd el a napi fejezeteket a Bibliából, és még ennél is többet, és dicsérd Istent, és dicsérd Istent, és ne beszélj többet a problémáról, és ne hallgass azokat az embereket, akik azt mondják, ez nem működött, az nem működött. Egy elmédnek kell, hogy legyen, és egy felé kell, hogy tekintsél. És amikor az Úr így felelevenít számunkra igéket, akkor fel kell ugranod, és egész éjjel szaladgálnod kell, és mondogatnod, hogy megváltott vagyok. Megváltott vagyok. És valaki azt mondja, akkor mond neki is, hogy megváltott vagyok. Bárki, aki rád néz, mond neki. Mondjátok ki hangosan ismét. Megváltott vagyok, megváltott vagyok, megváltott vagyok a daganatoktól, a ráktól, megváltott vagyok a generációs problémáktól, megváltott vagyok. Krisztus már megváltott engemet. Ő tette, megváltott vagyok a törvény átka alól. Hadd fejezzem be. Mi a következő? Egyiptomnak minden nyavajáját, amelyektől irtóztál, vagy féltél. Ha van, amitől félsz, az mind itt van. Every disease that anybody ever had in Egypt through all of its civilization that anybody was ever afraid of is part of this. Egyiptom nagyon nagy nemzet volt, és ha akarod visszamehetsz, és át tanulmányozhatod, hogy milyen nyavajáik voltak, minden része, minden beletartozik ebbe. Az összes betegség. A könyveket írhatnál erről. Mi a helyzet más betegségekkel, más civilizációkban? Mi van akkor, hogyha valaki kreál egy betegséget? A következő igeversben az is benne van. Mindazt a betegséget, mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek. Isten nagyon okos, ugye? Nincsen megírva e törvénynek könyvében. Minden olyan betegség és katasztrófa és csapás, amely nincs följegyezve. Mennyit fed be ez? Ha ez egy olyan betegség, amelyet soha nem láttál a Bibliában, itt van benne. Soha nem hallottál erről senkit sem beszélni az igeversekben. Bármilyen betegség, vagy csapás, amely nincsen ebben a könyvben,
Ha nem tettek említést róla ebben a könyvben, akkor is itt van. Ebben az igében. Dicsőség Istennek, minden betegség, minden nyavaja, ismert, ismeretlen, említett, nem említett, része a törvény átkának. Az 5 Mózes 28.61 alapján. Mondd el nekem a jó hírt. Mi a jó hír? A Galata 3.13 alapján Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra, mindannyiunk számára, mert minden betegség és minden nyavaja része a törvény átkának. És Krisztus megváltott mindez alól, tehát hogy lehetne az akarata Istennek az, hogy betegek legyünk. Amikor Jézus ott függött a kereszten, és átokká lett éretünk, azért, hogy minket ez alól megszabadítson. Nem lehet az ő akarata, hogy nekünk ilyen betegségünk legyen. Álljatok föl!